Üdvözlöm Önöket, kezdődik a kilátó. Köszöntöm mai vendégeinket, akik a Miskolci Egyetemről, illetve a Vöröskereszttől érkeztek. Dr. Gyulai Anikót, általános dékán helyettest az egészségtudományi karról, Nagy Ágnes, mesteroktatót, szintén az egészségtudományi karról, illetve Grubert Rolandot, a Magyar Vöröskereszt Borsodabaui Zemplén vármegyei szervezetének igazgatóját. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Jó estét, köszönöm szépen. A mai beszélgetésünk apropója az tulajdonképpen az, hogy a Miskolci Egyetem egészségtudományi kara, illetve a Vöröskereszt között már nagyon régi a kapcsolat, és az elmúlt hetekben, illetve az előttünk álló hetekben számos program, együttműködés, közös akció valósult, illetve valósul majd meg. Először is, mielőtt belemennénk a programokba és ezeknek a jelentőségébe, nagyon röviden beszéljünk már arról, hogy tulajdonképpen milyen régmúltra is tekint vissza ez a kapcsolat, hol indult, és miért érzik fontosnak. Az az igazság, hogy azt hiszem, hogy itt a stúdióban mindannyian fiatalok vagyunk ahhoz, hogy meg tudjuk pontosan állapítani, mikor indult a kapcsolat, annyi biztos, hogy gyakorlatilag a kezdetektől, tehát több évtizedes múltra tekint vissza ez a kapcsolat, ami elsősorban a Miskolci Egyetemmel az egészséggel kapcsolatban alakult ki. Ma ugye egészségtudományi kar működik, de azelőtt is még a Nehézipari Műszaki Egyetemen ugye nagy szabású véradások voltak az egyetemnek az orvosi rendelőjével, vagy az ottani egészségügyi ellátással, ami a hallgatókkal, az oktatókkal foglalkozott. Tényleg óriási országos szintű, vagy országos hírű, vagy nagyon nagy véradásokat tartottunk, és nem csak a véradásban, hanem még a kezdetekben a vöröskeresztes nagy öregek ugye mesélték meg az ottani orvosok, hogy mindenféle egészségügyi dologban, a szűrővizsgálatokban, oltásokban együttműködött a két szervezet, illetve az egyetem és a Vöröskereszt. Mi pedig azt próbáljuk az utóbbi évtizedben, vagy az utóbbi évtizedekben, hogy a kiszélesedett programokban a Vöröskereszt feladatai, a Vöröskereszt eszmeisége, azok a feladatok, amit a Vöröskereszt is végez, azok az egyetemen is megjelenjenek, hiszen a Miskolcon a Miskolci Egyetem, vagy hát a régióban mondhatjuk nyugodtan egy olyan tudásbázis, ahol nagyon sokan tanulnak, nagyon sokan ott is laknak, és hát egy olyan fajta helyszín, ahol meg tudjuk találni a fiatalokat, és nagyon sokan, egy nagy munkahely is a Miskolci Egyetem egyébként, tehát például a véradások azok mindig rendre jól sikerülnek, és nagy létszámban jelennek meg az oktatók és hallgatók is. Ugye ezeken az együttműködéseken túl, vagy hát pontosabban amikor az épületben valósulnak meg, akár oktatáson, akár amikor a Vöröskereszt mondjuk odaérkezik az egészségtudományi karra, ezen kívül kitelepülések alkalmával, vagy közös akciók alkalmával mennyire igyekeznek arra odafigyelni, hogy az évek előre haladtával ez a kapcsolat ez ne kopjon meg, hanem hogyha lehet, akkor minél inkább erősödjön, minél szorosabbá váljon, és minél szorosabb legyen a szakmai kötelék is. Ezt próbáljuk kiszélesíteni, tehát az utóbbi években a Lányból Nővé programunkban, ami egy országos program a Vöröskeresztnél, ott szintén az egyetemnek egyik mesteroktatója tartott olyan szakmai előadást, ami a menstruációs szegénységgel volt kapcsolatos, és az országban mindenhol látható és hallható volt a elmaradott térségekben, az iskolákban. Ez a program, ez például egy új színfolt volt, hiszen ez 2-3 éve kezdődött, de hát deklaráltan évekkel ezelőtt születtek együttműködési megállapodások, és hát a napi munka az pedig hát számos területen összeköt minket, gondolhatunk a Covidra is, gondolhatunk a véradásokra, az első segélynyújtó versenyekre. Hát most nem mondom végig, nyilván itt mindenki elmondja majd, hogy milyen programok voltak és mire számíthatunk, de hát egy olyan helyszín a Miskolci Egyetem, ami meghatározott, tehát nem csak az egyetemen, hanem itt a belvárosban is és Miskolc számára, és azt gondolom, hogy egy olyan együttműködésben vagyunk, és abban vagyunk érdekeltek minden oldalról, hogy ez tovább tudjon fejlődni. Térjünk is rá akkor a programokra, és én azt javaslom, hogy először próbáljunk meg időrendi sorrendben haladni, tehát hogy azokat a programokat, illetve akciókat vesszük előre, én úgy gondolom jónak, amik már a múlté, ha lehet így fogalmazni. Az egyik ilyen például, amire talán nagyon sok néző is emlékszik, és talán személyesen is jelen voltak, ez a kutatók éjszakája volt. Ugye itt az események kapcsán szerintem nyilvánvalóan ennek az eseménynek, illetve az ott elvégzett tevékenységnek a fontosságát, illetve ezt hangsúlyozzuk szerintem. Mi volt a kutatók éjszakája, mi valósult meg, hogyan jelent meg a Vöröskereszt és az egészségtudományi kar közösen, mit tudtak átadni az érdeklődőknek?
kutatók éjszakáján az egészségtudományi kar és a civil szervezettel, a Vöröskereszttel együttműködve számos érdekes programot hoztunk létre az oktatókkal és a hallgatók segítségével. 10 programon és egy helyszínen vártuk az érdeklődőket, mind a gyerekeket, mind pedig a felnőtteket. Mindenki megtalálhatta a maga területét, ami igazán érdekes volt. Gyógynövényekkel ismerkedhettek meg, prevenció alapú előadásokat hallgathattak, hogyan hat a szervezetre a függőség, a drog, az alkohol vagy a dohányzás. Különböző mulázsok segítségével a gyerekek izgalmasan rakhatták össze, hogy melyik szervünk hol található. Méréseket végeztünk, testzsírmérés, vérnyomásmérés, csontsűrűségmérést. Aztán képalkotók bemutatták, hogy milyen képalkotó módszerekkel, milyen érdekes vizsgálatokat lehet produkálni, hiszen így lehet leginkább megismertetni az érdeklődőket, hogy mivel is foglalkoznak. Gyógytornászok például egyensúlymérést és fizikális felmérőket végeztek. Babaszoba volt, ahol az érdeklődők megtanulhatták, hogyan helyesen, hogyan fogjanak meg egy csecsemőt, hogyan öltöztessenek, fürdessenek, pelenkázzanak, hogyan lehet ölbe venni. És aztán, ami nagyon népszerű, főleg a gyerekek, de akár még a felnőttek körében is, a műsebkészítés, különböző véres műsebeket tudtak készíteni a hallgatóink, és a hősképzés, itt kiemelném az újraélesztés fontosságát, félautomata defibrillátor AED készülékkel, párosítva itt a MENCS csapat, a Miskolci Egyetem első segélynyújtó csapata vezette ezt a programot, ahol az érdeklődők az újraélesztés rejtelmeibe pillanthattak bele, és személyesen próbálhatták ki, hogy lehet hatékonyan újraéleszteni. Az első segélynyújtásra még majd mindjárt visszatérünk, de egy pici kitérőt csak arról, hogy miért érzik fontosnak egyébként, hogy most rengeteg olyan példa volt felsorolva, amiből nagyon világosan látszik, hogy ez egy erősen az interaktivitásra fókuszáló program, vagy programok sokasága volt. Ez miért fontos ezekben az esetekben? Tehát miért fontos, hogy akár egy, meg tudják nézni akár, hogy egy csecsemőt hogy kell fölvenni, és ezt tényleg személyes tapasztalatokon keresztül érezhessék, vagy tudhassák? Mi úgy valljuk, hogy ha megpróbáljuk megtanítani, és csinálja az odalátogató, vagy akár a hallgató, akkor sokkal jobban megmaradnak benne azok a mozdulatok, amiket mi megtanítunk vele. Sokkal mélyebb tudást tud eredményezni az, hogy személyesen megtapasztalja és csinálja. És az elsősegély nyújtásra visszatérve, ugye itt volt egy országos verseny is, ami szintén egy múltbeli program. Erről is meséljen egy kicsit nekünk. Az egészségtudományi karon 2017 óta veszünk részt felmenő rendszerű országos elsősegélynyújtó versenyben. Idén Miskolcon rendezték a megyei fordulót, ahol a Miskolci Egyetem csapata, a MENCS tovább jutott ezen a fordulón, és részt vettünk az elsősegélynyújtás világnapja alkalmából egy elsősegélynyújtó versenyen, ami országos megrendezés volt. Szolnokon volt ez a verseny, és a csapat ott adott számot tudásáról. Nagyon érdekes és izgalmas feladatokat kellett teljesíteni. 20 állomás volt, ebből 8 kárhely és 2 elméleti állomás volt, ahol megmutathatták azt, hogy tudnak hatékonyan életet menteni, a bajba jutottakon segíteni. A Vöröskereszt és az egyetemnek az együttműködése például ezen a versenyen hogy jelent meg? Ez úgy jelenik meg, hogy a Vöröskereszt szervezi ezeket a versenyeket, az ő munkatársaikkal együtt ők rakják össze, hogy milyen baleseti szimulációk lesznek, ők alkotják a sérülteket, akik imitálják a különböző nagyon élethű baleseteket, és hát a mi hallgatóink, itt a MENCS csapat, akinek az a feladata, hogy a lehető legjobb tudása szerint megmentse a bajba jutottat, és segítsen rajta. A Vöröskereszt részéről egyébként egy ilyen versenynek a megszervezés, ez azt jelenti, hogy minden évben mások a feladatok, tehát ezen egy egész csapat dolgozik, hogy minél, nem is úgy szeretnék fogalmazni, minél nehezebbet, minél csak minél élethűbb. Talán nézők emlékeznek, egy pár éve ez az országos verseny itt volt Miskolcon. Ezt úgy kell elképzelni, hogy kifejezetten a belvárosban kerül megszervezésre, minden városban, most Szolnokon volt.
hogy a járókelők is láthassák. Itt Miskolcon például itt a Hősök terén egy lezuhant hőlégbalon volt, Szolnokon itt ugye van egy erősebb katonai kötődés, ott az egyik főtéren volt egy vadászrepülőgép, és minden évben persze erre van egy szakmai csapat, aki hát igen, nehéz, pontosan nagyon nehéz, és olyan komplex feladatokat állítanak össze, ahol nem csak az számít, hogy valaki mennyire tud újraéleszteni, hanem ez egy elsősorban nyitó csapat, tehát hogy mennyire tudnak csapatként mondjuk egy tömeges kárhelyszínen nem egy embert megmenteni, hanem sokat. Tehát, hogyha van egy tömeges baleset, akkor hogyan tudnak együttműködni, és ez ugyanaz a kérdésre is visszakarolni. Tehát nagyon fontos az, hogy ez gyakorlati feladat, ezt sokan látják, ez nyilván egy elsősegítő csapat más, mint aki eljön a Vöröskereszthez az elsősegítő vizsgát tenni, hiszen ők ágék hónapokig gyakorolnak ugye erre. Tehát, hogy mindenféle ilyen készségszintű legyen, de hát nagyon fontos az elsősegítés, tehát otthon is történhet olyan a háztartási baleset, amikor egy műfogással gyakorlatilag egy életet megmentünk, amíg a mentő ki nem érkezik, addig kapjon egy olyan helyes ellátást, ami életet menthet, ugyanaz a újraélesztési feladat, vagy az maga az újraélesztés is ilyen, hogy amíg a hivatásos mentőszervezet megérkezik, addig ott valakit életben kell tartani az utcán 10-15 percen keresztül, hogy utána esély legyen arra, hogy újra visszanyerje ez a sérült az egészségét. Na, ezt célozzák az elsősegítő versenyek, és itt az országban ugye 50-60 csapat érkezik különböző kategóriákban. A Miskolc Egyetem eléggé egyeduralkodó nálunk ugye a felnőtt kategóriában, hiszen nagyon sokat foglalkoznak ezzel, ha nem is minden évben, de lehet, hogy minden évben, most nem emlékszem, de Ági biztos tudja, hogy fejből az elmúlt években az összesen ott voltak, és hát ez egy folyamatos fejlődési feladat. És amikor itt volt Miskolcon, nagyon sok olyan pozitív visszajelzést kaptunk, hogy na hát azért csak volt egy hőlégbalon a Hősök terén, az nem gyakori esemény egyébként, de megtörténhet, és egy nagyon fontos az is, hogy ezek élethű szituációk legyenek, tehát most nyilván nincs arra idő, hogy ezt elmeséljem, de hát az első világháborúban ugye gyakorlatilag a katonákat gyakoroltatta úgy a honvédség, hogy nem tudom, ráragasztották, hogy artériás vérzéssel kellett látni. Ma ez máshogy van, ma egy artériás vérzésben spriccel a vér, és oda megy egy 14 éves általános iskolás gyermek, és neki ott kell tudni a lélekjelenléttel valamit kezdeni, valaki mellé letérdelni, és megkezdeni az újraélesztést. Tehát ez egy fontos feladat, és azt gondoljuk, aki ugye oktatással, neveléssel foglalkozik, hogy a legjobb módja annak, egyébként a verseny az egy olyan módszer, ami ugye motiválja a fiatalokat, vagy a résztvevőket, és a gyakorlati feladatok pedig ugye készségszintűvé tudnak fejlődni egy idő után, ami az egész életen át kitarthat, és egy olyan tudás birtokába jutunk, ami hát ilyen egyszerűen életeket menthet. Ugye elhangzott kétszer is, legalább kétszer, hogy ezek a versenyek, ezek úgy vannak megszervezve gyakorlatilag, hogy a járókelők, akik éppen arra mennek, is lássák. Az ugye talán egyértelmű, hogy egy csapat, aki mondjuk erre készül, az nagyjából fel van készülve rá, hogy majd mivel fog találkozni. De alapvetően mi a tapasztalat, hogy az átlagemberek mennyire vannak felkészülve az ilyen esetleges váratlan szituációkra, tehát akár egy újraélesztés, akár egy tényleg egy otthoni baleset során egy szakszerű ellátás, ami valóban életet menthet. Ezek területén mik a tapasztalatok? Tehát, hogy mennyire van lélekjelenlétük az embereknek, mennyire vannak olyan közös programok, amik arra is próbálnak fókuszálni, hogy az átlag emberek is tényleg akár merjenek elkezdeni egy újraélesztést akár. Ez megítélés kérdése, tehát mindig vannak pozitív dolgok, akik, amit lehet hallani a sajtóban időről időre. A Vöröskereszt, mi úgy mondjuk, hogy a társadalmi elsősegélynyújtásnak, tehát a laikus elsősegélynyújtásnak a rendszergazdája ebben az országban, ugye a Vöröskeresztnél kell vizsgázni, hogyha valaki gépjárművezető szeretne lenni, vagy jogosítványt szeretne, magyarul gépjárművezető jelölt, mi így hívjuk, az a hivatalos neve, ő el kell jöjjön és kell tegyen egy gyakorlati vizsgát elsősegélynyújtásból. Ez is azt célozza, hogy akkor egy forgalomban nagyobb esély van arra, hogy ilyen szituációba keveredhetünk. De tartunk a cégeknél, lakosoknál nagyon sok helyen tanfolyamokat, ezek 12-16 órás elsősegélynyújtó tanfolyamok, éppen azért, hogy ezeket el lehessen sajátítani, és a verseny is egy ilyen esemény, ahol felhívjuk a emberek figyelmét arra, hogy ezt el lehet jönni, meg lehet tanulni,
nézzék meg, hogy ez hogyan működik. De számos ilyen program van, a Balatonnál elsősorító szolgálatot adnak vöröskeresztes önkéntesek minden nyáron, ahol laikusan tudnak elsősegélyt nyújtani, tehát ugye nem szakemberekről van szó, akik a mondjuk mentődolgozók, vagy ilyen a szakképzettségük, hanem akik megtanulták ezt a tanfolyamot, és ezeket a fogásokat ismerik. Ez egy fontos feladat, én szerintem mindenkinek, így az egyetemnek is, a Vöröskeresztnek is, meg számos olyan szervezetnek, aki ezzel foglalkozik, hogy ebben ez egy folyamatos feladat, folyamatosan előre kell benne lépni, hogy minél több ember tudja ezt így is segíteni. Aztán az, hogy kinek milyen lélek jelenléte van, ez abban a katasztrófa helyzetben, abban a pillanatban kiderül. De én mindig azt szoktam mondani, hogy csak arra kell gondolni, amikor hát végül is Nagyi fölmászik levenni a függönyt, ugye fölteszi az asztalra a kis sámlit, és úgy szedi le a függönyt a nappaliban vagy a konyhában, tehát hogy otthon is történhet egy olyan baleset, egy vágás, egy valami, és utána ott a saját családtagunkon kell segíteni. Tehát nem csak arról van szó, hogy esetleg egy vadidegen embernek kell a buszon, hanem ez otthon is megtörténhet, és ott a lélek jelenlét azért az adrenalin akkor dolgozik, és akkor ott, hogyha van egy olyan tudásunk, hogy tudjuk, hogy hogyan kell jól segíteni, akkor ott minden ember tud segíteni. Kicsit elidőztünk az első segélynyújtásnál, de szerintem ez egyébként egyáltalán nem probléma. Még egyetlen múltbeli programot említünk, és aztán pedig áttérünk majd arra, hogy mik azok, amik még várhatók. Ugye megvalósult egy véradás is az egyetemen. Erről röviden, hogy sikerült, mik voltak a tapasztalatok, beszéljünk. A véradás ugye egy olyan téma, hogy mindig a Vöröskereszt szóba kerül, a véradás is ott van mellette, ez is egy folyamatos napi munkát jelent, éppen azért, hogy minden olyan rászoruló ember egészséges vérkészítményhez jusson, akinek erre szükség van. Az olyan partnereink, mint például a Miskolc Egyetem, ahol nagy tömegben vannak egyszerre fiatalok és oktató fiatalok, és még fiatalabbak, úgy mondom, és sok a munkatárs, és sokan vannak, és egy olyan együttműködés, ahol helyet biztosítanak, és önkéntesen a kollégák, ágiék, az önkéntesek ott segítenek megszervezni és terjeszteni ennek a hírét, hogy ott véradás lesz. Ez egy, hogy ne beszéljünk róla sokat, ez egy nagyon fontos dolog, és ez pedig a közös történelmünkben talán egy olyan origó, vagy egy olyan alapvető pont, amit nem tudunk, meg hát nem is akarunk nyilvánvalóan elkerülni, és ezt folyamatosan próbáljuk szervezni. Mindig függ attól, hogy éppen mennyi hallgatója van, de segítenek a informatikai rendszeren keresztül az információ továbbadásban, tehát ez egy nagyon, nagyon fontos dolog. A Vöröskereszt ugye tervek alapján dolgozik, megvan, hogy mennyit szeretnénk egy évben, vagy egy hónapban, vagy egy héten, mennyi vért szeretnénk levenni, vagy mennyi véradót szeretnénk toborozni, és a Miskolc Egyetem az egyik legnagyobb mennyiségileg is, meg területre is az egyik legnagyobb olyan hely, ahol évente tavasszal, ősszel, évente kétszer, de akkor is több napon keresztül ott vagyunk kint, és együtt dolgozunk ezen az ügyön. Tehát ott nagyjából általában lehet borítékolni, hogy valószínűleg sikeres lesz a véradás, mert akkora ember tömeget tudnak megszólítani. És akkor térjünk rá azokra a programokra, amik előttünk állnak. Ez pedig egy nagyon kellemesen csengő nevű séta lesz, a rózsaszínű séta, ami majd, hogyha jól tudom, akkor október 17-én fog megvalósulni. Erről beszéljünk egy picit, hogy mi ennek a sétának a lényege, hogyan valósul meg összefogásban, és hát helyszínileg hol. Igen. A Miskolci Egyetem Egészségfejlesztési Intézmény Egészségfejlesztési Stratégiájának a keretében az elmúlt évben először hagyományteremtő céllal indítottuk útjára a rózsaszínű séta az egyetem városban rendezvényt, és ehhez a partner szervezetek közül a Magyar Rákellenes Liga csatlakozott, a Merrák Info Egyesület csatlakozott, illetve idén már a Borsod-Dabó-Üzemplén megyei, Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház is. Az egészségtudományi kar szervezésében az emlőrák elleni küzdelem jegyében október 17-én délután 14 órai kezdettel hívjuk és várjuk szeretettel a lakosságot, hogy jöjjenek és sétáljunk együtt az emlőrák elleni figyelemfelkeltés céljából.
Hol fog megvalósulni? Tehát mi lesz nagyjából az útvonal majd? Az útvonal az a Miskolci Egyetem egészségtudományi kar épülete, a Stefánia épület előtt lenne a találkozó, a gyülekező. Érdemes megérkezni már 3-4-2-re, és akkor kitűzzük a rózsaszín szalagokat, ami ugye a remény szalagja, és a merrák elleni küzdelemnek a nemzetközi szimbóluma, és aztán egy rövid köszöntést követően elindul a séta, az egyetemváros erre kiváló lehetőséget ad. Viszonylag védett környezetben, gyönyörű szép környezetben tudunk sétálni. Az előző évben nagyon népszerű volt, csak a szalagok számából tudok rá következtetni, hogy közel 200 szalagot osztottunk ki, tehát hogy elég sokan mentünk együtt és sétáltunk. És ezt követően a főépülethez sétálunk föl, ahol lesz egy rövid közös fotózás, és aztán vissza a Stefánia épületben az útvonal, és miután visszaérkeztünk, akkor szakmai programmal várjuk az érdeklődőket. Előadások lesznek az emlőrák elleni küzdelem, az emlőrák megelőzése kapcsán. Itt lesz a Magyar Rákellenes Liga elnök helyettese, aki mint betegszervezet, hogy mit tehet a Magyar Rákellenes Liga az emlőrák megelőzéséért. Megszólal a Merrák Info Egyesület borsodi önkéntese, Szaránci Beáta, aki mint érintett fog a betegségből való gyógyulás a beteg útjáról fog mesélni, illetve a Borsoda Bohuszemplén Vármegyei Központi Kórháznak az onkológiai prehabilitációs programjáról fog Rubi Mónika okleveles ápoló előadást tartani, végül pedig egy rövid relaxációra hív minket Mayer Krisztina egyetemi docens, és ezt követően pedig szeretettel várjuk a érdeklődőket, a résztvevőket egy rózsaszínű sütizésre ott a Stefánia épületbe, úgyhogy ezt tervezzük, illetve a párhuzamos programként a két mesteroktatónk fog a előadóterem előtti standoknál az emlőn vizsgálatára oktatni a érdeklődőket, viszünk ki élethű múlásokat, és akkor aki szeretné ezt a készséget megtanulni, kipróbálni, akkor oktatás is lesz, önvizsgálatra történő oktatás. Mi egyébként az ilyen programoknak, illetve magának a sétának a legfőbb célkitűzése és a szimbóluma? Tehát ugye október az emlőrák elleni küzdelem hónapja, a világnapja október 1-e, de ilyenkor egész októberben országszerte és világszerte számos ilyen megmozdulás és rendezvény van. Még ennek az az oka, hogy az egészségügyi világszervezet adatai szerint a nők körében a rosszindulatú daganatos megbetegedések közül az emlőrák a vezető gyakoriságú, tehát a leggyakoribb előfordulást mutat. Magyarországon a nők daganatos halálozásában ez a második helyen szerepel, és sajnos ez a gyakoriság azt jelenti, hogy évente közel 7000-7500 nővel közli ezt a diagnózist az orvosa, és a gyakoriság azt is jelenti, hogy minden nőnek az életében, vagy minden 11. nőnek az életében ez előfordulhat, és hát a megelőzésnek az egyetlen bizonyítottan hatásos módszere az, hogyha már fiatalkortól egyfajta emlőtudatosságra, betegségtudatosságra neveljük a lányokat, illetve a szűrővizsgálatokon való részvétel. A Nemzeti Népegészségügyi Program keretében 2001-től hívják és várják a nőket szűrővizsgálatra. Ennek a célcsoportja a 45 és 65 éves kor közötti korosztály. Két évente kapják a behívó levelet a hölgyek, és a
Arra szeretnénk ezzel a sétával felhívni a figyelmet, hogy mindenki menjen el a szűrővizsgálatra, mert sajnos ez a mammográfiás szűrővizsgálaton történő megjelenés vagy átszűrtség, ez nem közel sem 100%-os, sőt egy olyan átlagosan egy olyan 40%-oska veszi igénybe a behívott nőknek a szűrővizsgálatot, szóval sokkal jobban emelni kellene ezt a részvételi hajlandóságot a nők körében, és hát ezért szeretnénk erről beszélni, meg ezért szervezzük ezeket a sétákat, rendezvényeket, hogy szeretnénk tudatosítani a nőkben azt, hogy minden nő számít, minden nő fontos valakinek, és hogy menjenek el a szűrővizsgálatra, ha megkapják a behívó levelet, ugyanis a idejében felismert, korai stádiumban felismert emlőrák az orvostudomány fejlődésével akár 90%-ban is gyógyítható lehet. Tehát, hogy itt a megelőzésen óriási a hangsúly. Ez az egyik része a megelőzés. A másik része, ami miatt a sétát szervezzük, az pedig az, hogy említettem, hogy ez mennyire gyakori sajnos ez a megbetegedés, hogy azok a nők, akik ezzel a betegséggel élnek, ebben a betegségben megbetegedtek, azok is érezzék az összetartozást, érezzék, hogy együtt vagyunk, együtt lépünk, együtt sétálunk egymásért, és hogy ne veszítsék el a gyógyulásba vetett hitüket, mert az orvostudomány fejlődik, és egyre jobbak a gyógyulási kiállításai azoknak a nőknek is, akik megbetegednek ebben a betegségben. És egy utolsó közös programról még beszéljünk, ami szintén a jövőben fog megvalósulni, október 16-ától. Ez pedig az Élelmezési Világnap alkalmából egy közös gyűjtés az egyetemvárosban, ami minden évben egyébként már hagyomány. Idén is ugyanúgy fog kinézni ez a program, illetve mi az, amit várnak, mire szeretnék felhívni a segíteni vágyók figyelmét. Valóban, most is október 16-ától 3 napon keresztül várjuk majd a tartós élelmiszereket, illetve az egyetemi önkéntesek várják majd ott a helyszínen a tartós élelmiszereket. És ez is egy ikonikus rendezvény Magyarországon, mert van egy felsőoktatási verseny a világban, vagy a felsőoktatási összefogás, és Magyarországon egyedül a Miskolc Egyetem az, aki ebben részt vesz, most már több mint egy évtizede. Ez rendre jól sikerült, több 100 kg tartós élelmiszer gyűlik össze. A közeli hipermarket áruházláncban is elérhető, szintén egyetemi önkéntesek vannak, és utána azok, akik szeretnének, ők részt is vehetnek ezeknek az adományoknak a csomagolásában, majd a eljuttatásában, elsősorban ugye több gyermekes nagy családokhoz, és egyedülálló idősekhez kerülnek itt Miskolc környékén, vagy Miskolcon és Miskolc környékén ezek az adományok. Lejárt az időnk, én további sikeres együttműködést kívánok Önöknek, illetve köszönöm szépen, hogy itt voltak nálunk a stúdióban, és beszéltek ezekről a fontos programokról. Köszönjük a meghívást! Kedves nézőink, Önöknek pedig a figyelmet köszönöm, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!